Különleges divatbemutatót tartottak a Pécsi Modern Magyar Képtárban október közepén. Ez az esemény a Pécsi Design Héthez kötődött, amit a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével szerveznek a Baranyai megyeszékhelyen már évek óta. Még a bemutató előtt kérdeztük a szervezet főtitkárát az esemény sorozatról. Budapesten most már közel évtizede zajlik a Design Week, és hogyha jól emlékszem, akkor 5 évvel ezelőtt kerestük meg a Design Week akkori vezetőit, hogy mit szólnának hozzá, hogyha Pécs, mint kulturális főváros a Budapest mellett az ország legnagyobb kulturális kreatív ipari decentruma csatlakozna ez a programhoz, az első vidéki városként. 5 évvel ezelőtt kezdtük meg a munkát a Pécsi Tudományegyetemmel, a kreatív ipari klaszterrel, nagyon sok művésszel, kulturális szakemberekkel, és most már évről évre zajlik a Design Hét Pécsett is. Továbbra is a kreatív ipari klaszterrel, az egyetem legkülönfélébb karainak bevonásával, illetve a kamarának a koordinációjával. Most a Modern Magyar Képtárban Vasarely emlékének adóznak, itt divatbemutató is lesz, a Budapesti Metropolitan Egyetemnek a szakértőinek a koncepciója mentén beszélgetés lesz az opárt művészetről, és ez is a Kamara, a Múzeum, a Város Kreatív Ipari Klaszter együttműködésében valósul meg. Talán a legfontosabb missziója a Pécsi Design heteknek, hogy ezt az iparágokon átívelő együttműködést ezt továbbra is forszírozza, illetve megmutassa azokat az értékeket, amik ezekből az iparági együttműködésekből keletkezhetnek, születhetnek. Ugye itt a művészet, gépipar, informatika, a művészetnek a legkülönfélébb ágai, a tudományos munkatársak, kutatóknak a különféle munkái keverednek, illetve születnek olyan új értékek, amik előre viszik nem csak a kultúrát, hanem akár a gazdasági életet, az üzleti életet. Gondoljunk csak a formatervezésre, ugye ez a legközhelyesebb felület ennek az ügynek. Ez azonban egy olyan ügy, ami gazdasági hasznot hoz. Így kapcsolódik össze a művészet, a kreatív ipar, a vállalkozói ambíció. Erre Baranya megyében is több példa van már hosszú ideje. Magyarország folyamatosan méri a saját teljesítményét is a kreatív iparágak tekintetében. A GDP 10-12%-át hozza a kreatív ipar. Tehát ez egy olyan iparág, és a kormány ezt szerintem jól felismerte, hogy ebben elképesztő lehetőségek rejlenek, és olyan lehetőségek, amik nem csak a hazai piacra fókuszálnak. Ez egy globális piac, a kreatív ipar az végképp, ugye nagyjából ugyanazt a nyelvet beszéljük, a művészetek nyelvét. Hogyha egy formatervezett bútorra gondolunk, akkor az teljesen mindegy, hogy melyik földrészen próbáljuk megértékesíteni, hogyha az által képviselt nyelv, az a kultúra, vagy az a művészeti megjelenés szimpatikus, akkor az bármelyik földrészen el fog kelni. És nagyon sok pécsi érték van, ezeket fel kell tárni. Gondoljuk csak a szemüvegkeretre, a bőrkesztyűkre, nem akarok ugye márkaneveket mondani, a forma tervezési díjas orszívóra sorolhatnám ezeket az ügyeket, ezek mind innen Baranyából születnek. A Design Hét célja pedig éppen az, hogy bemutassa ezeket, illetve új kapcsolódási pontokat, lehetőségeket tárjon fel az itteni alkotók, dizájnerek, vállalkozások között.